Varga Szilveszter 30 éves, fogyatékkal él születése óta, iskolába se járt. Édesanyja azt mondja, nagy segítség lesz ez a napközi mindenkinek. Nekünk is egy kis nyugvás lesz, hogy a gyerekek ott kiszórakoztassák magukat, meg elszórakoznak, hogy festnek, meg tornáznak, vagy akármit csinálnak. Nagyon örülünk neki ennek a szervezetnek, hogy megvalósult. A napközi a tervek szerint délután fogadja majd a fogyatékkal élőket, akikkel pedagógusok, pszichológusok, óvónők, defektológusok és önkéntesek is foglalkoznak majd. Temerin régóta vár egy ilyen napközire. A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok itt normális, tehát nekik megfelelő körülmények között fejlődhetnek a foglalkozások közben, úgy és abban a tempóban, ahogy nekik megfelel. Jó, hogy valakiknek eszébe jutott, hogy foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel. Mi eddig nem is tudtuk. Valójában több mint 70 ilyen gyerek van, akinek különleges bánásmódra van szüksége. És örök arra, hogy ebben a rohanó világban megtaláltuk a módját annak, hogy egy teljes objektumot biztosítsunk a részükre. És nagyon remélem azt is, hogy ez a projektum nem csak egy évig fog tartani, meddig az Európai Unió támogatja az IPA program keretében, hanem módot fogunk találni arra is, hogy ezt a programot tovább vigyük a következő időszakban is. A tervek szerint a nappali délután 3-tól 8-ig várja majd a gyerekeket és természetesen szüleiket is, akik szabadon részt vehetnek a foglalkozásokban.